Na sziasztok, itt vagyunk ismét a mi kis Pandóránknak az életébe. Megnézzük a versenyt, és megkapta az első munkát. Úgyhogy... megyünk dolgozni. És lóval megy, látjátok? Nagyon vagány. Lóval fogunk menni. Nem is kell nekünk autó, minek. Teljesen felesleges. Lóval ment, vagy... és nézzétek meg, hogy nem is sétál, hanem galoppozik. Ott vannak a virágok. Ó, örök barátok lettek. Szuper. Jó, azt nem x-elem ki. Hát lehet, hogy kocsival gyorsabban odaértünk volna. Na, megérkeztünk. És itt van egy másik ló. De jó. És nem akarsz addig... esetleg itt mondjuk... gyere ide. Barátkozás. Megmosdatják. Szaglászák. Utána megmosdatás. És itt vannak a szellemek! És most elmegy. Most hol mész? És eltűntek. Hát ezt nem hiszem el. Ugye 5-öt kell elkapjunk. Azt nem tudom, Pandora megkeresi. Másodikat is. Ott van. Megvan. Tudom, hogy éhes vagy, és... azt hittem, az a mi szobánknál van. Mi lakásunkban hirtelen. És akkor... jó, ezt most elűztük, és akkor ilyenkor szólni kell neki, hogy... jó, hát nem kérünk engedélyt. Jó, megnézzük, a városban van-e még? Van. Ő ki? Koncert lesz. Jó, menjünk még. Jaj, de még... várjál! Jaj, várjál vissza. Valamit tennünk kéne. Úgyhogy... nem tudunk. Jó, ezt hogy oldjam meg? Na jó, van, menjél, üzzél szellemeket. Csak kibírod még talán. Egyébként hol van a lovunk? A csillag, ő hazament? Aha, ő hazament. Ő hazament. Ami jól is csinálta egyébként. Csak még mindig nem értem, hogy miért. Na, itt a karámja. Itt a karámja, és akkor... széna elropogtatása.
akkor utána meg aludjon. Azt az interakciót, ezt nem értem, hogy ő maga, hát ott van, akkor ezt miért nem csinálja meg? Igen, van ilyen, amikor ideérünk, és elmegy a szellem. Tehát idejöttünk, és elment. Hát akkor, ha már itt vagyunk, akkor harapjon lekváros kenyeret. Ugye, már ideírtál minket, tök feleslegesen, amúgy neked is tök jó kérőd van, ahhoz képest, hogy a miénk milyen vackerály. Ez nem is olyan rossz. Nem olyan nagy, de nem olyan rossz. Lehet, hogy találtunk egy pasit. Ligi! És van neki egy kutyája. Haj, de jó, az a békás. Figyelj, már mi lenne, hogyha... Terza Migzlog? Szerencse volt. Különleges. Glarn, Flitzaka, Vo, Kuv, Mezoga, Egalo, Dedev, Mana. Kérdezik meg csak, hogy egyedülálló-e? De szíma, gába, lévi. Juxtito, Megredom, Tiguni Ribbywebs, and Yablarko, Toonie Rex. Ani, Shu, Shaboog, Zaluva. Sargla, and so we was a Milevani. Jarka, Miwanita, Rupta. Karismatikus, ez jó. Zerglava, egyedülálló, Murfa, Yelizhiga, Zarna Krasnia. Persze átalakítjuk, remélem nem fogsz. Gibby North, Porgo Jeep, Saguza Zombie. Evie, Juxipto Megredom, Tiguni Ribby Wivs, Yevligarko, Ubi Tongrek. Quinzel Nibar, Zorbu. Captive. Jaj, de jó. Nekem az a ház tetszik. Ezen nem is kéne sokat alakítgatni. Ezen nem is kéne sokat alakítgatni. Van neki aja, nincsen. Emelet. Nincsen. Hol van a háló? A hálószoba nincsen? De most komolyan, hol a... ja, ott alszik. Mondom én, nekem ez nagyon tetszik, ez a lakás. Jó, hát persze, menjél haza. Mindig te is álmos vagy már. Igazából csak álmos. Nem szép környék. Itt volt két darab, azt felvehettük volna, az volt ott két darab kő, de hát most az eső, mindig esik az eső, pedig nyár van. Pedig nyár van. Mi házunk se rossz, csak őrületesen nagy egyébként. Tehát felül
Tök felesleges. Nem is tudom ezt, hogy lehet onnan kidörölni. Jó, nem is fogom ezt a házat alakítani, hanem... Menj fel, és akkor aludjál. És akkor ki kell gyűlöljek a komornyiknak egy ágyat, azt tudom én. Legyen ez a komornyik ágya. És akkor amikor elköltözöm, akkor nem kell komornyi. Tehát akkor most az arra fogunk törekedni, elsődlegesen is, hogy ugye megyünk majd versenyre a lóval, illetve hogy legyen egy férnek valunk, akivel majd családunk lesz, és beköltözünk az ő házába, nem ide. Mert a lónak tudok csinálni egyébként házat. Addig meg kihasználjuk, megnézzük, hogy mit lehet itt csinálni. Legalábbis így gondolom most, aztán még persze ez változhat, mert szerintem most jelenleg kialudta magát, úgyhogy éhes, úgyhogy lemegyünk, és volt itt egy pizza, amit betett a hűtőbe, remélem. Igen. Ja, igen, ezt elő... Tessék. Ezt most ide kitesszük. És eszünk belőle. Szerintem egyáltalán nincs megromolva. Jó minőségű még. Egyébként mi lenne, hogyha a komornyikunk egyébként csinálna nekünk... olyan szép, lehet, hogy mégse költözök el. Inkább átalakítom, ez sokkal szebb, meg jobb helyen van. Itt az almák. Ja igen, egyébként tudtunk, tudtunk volna almát is venni. Hát tudunk varázsolni almát. Ezt el is felejtettem. Egyébként be tudjuk tenni a hűtőbe. Jó. Ú, mi van a drága lovunkkal? Ő most jelenleg testedzésem van, de figyelj csak, mi lenne a tegy... Nem... Nincs oda ott? Mi lenne, hogyha... Tudod? De már meg ide jönnél. De ez... ez itt? De van répa. Hogy lett itt répa? Egyébként sokkal ideálisabb hely ez a... És akkor, amikor ezt mind megcsináltad, na akkor utána... Sőt, utána... galoppozhatsz. Te meg... Ha már magadtól nem éred fel észre, akkor menj el tusolni. Egyébként ezt az előtt ezt egész jól megcsináltuk, amit meg is fogjuk csinálni, nagyon jó lesz majd, mert figyeljétek, most nem tudom itt elköltözni. Ne pasi, akkor is kell, férj, akkor is kell, hát legyen gyerekek, meg stb. Család lesz. És ezt vette fel. Jó, hogy neki ez az egy mindennapja van. Jó, akkor várjál csak, akkor... Akkor vedd fel ezt a kinti viseletet. Hát, ez sem melegít. Na jó, akkor... Akkor ezt nem itt kell. Jaj, de most nem akarom átváltoztatni. Na jó. Most jó lesz így, mindegy, majd maximum jól megbetegszik. Csak már láttam itt a követ, amit föl kéne venni, de most már nem vagyok benne biztos, hogy... Szerintem át kéne alakítani, mert így nagyon hülyén néz ki. Ezt a szímet nem én csináltam, ezt úgy töltöttem le. Nyilván maradtak rajta olyan ruhák, amiket nem én tettem neki. Hm.
Hát most nem tudom, hogy egyáltalán. Mindig esik az eső. Állandóan esik az eső. Ilyenkor olyan rossz, mert hogyha nem... Itt egyébként láttam egy követ valahol. De most már szerintem eltűnt. Nem jöttünk elég hamar. És nem akarom ebbe az ide. Na. Akkor szerintem át fogom alakítani. Minek... Jó, akkor most át fogom alakítani a... Közben kicsit megint alakítgattam. Látjátok? Szerintem egyre jobb lesz. Sokkal jobb lesz. Képzeljétek, egy van egy ilyen, hogy egy leskelődő. Tehát leskelődő kandalló. Mondjuk ezt jöjjön és is gyújtsa be. Ezekre pedig rá tud ülni. Látjátok? Ez anyám. De milyen jó. Jó lesz ez, majd figyeljetek meg, nagyon jól meg fogom csinálni. Csak nyilván nekem nem minden jut egyszerre az eszembe. Sőt, az is lehet, mondom, hogy tényleg felvételen kívül majd belépek, és akkor tényleg csak azzal foglalkozok, hogy átalakítsam. És akkor a legközelebb, amikor majd csinálom a videót, akkor majd nagyon szépen meg lesz. Jaj, ez most miért mész oda? Ide gyere már! Kapcsold be! Most a csillag el van. Testedzésem van. Majd társaság is lesz. Jó, menj ide. Valami baj van. Valami vagy közel van. Ja, hogy ez így magától begyullad. Jó. Akkor most pedig megtervezzük az öltözékét. Amit szintén nem fogtok látni, mert nagyon szodalmas. Jó. Tehát van most már egy öt. Van neki kipere. Asztala. Itt a leskelődünk. Melegedjen föl egy picit. Aha, nem tudja menni. Értem. Jó. Szerintem ennyi most elég. Melegedjen. Kétszer adtam ki az interakciót, és látjátok, így tud most már. Smash. És nem tudom, miért ilyen leskelő, de hogy ez tud még valamit? Változtassa meg a tűz színét. Zöld, lilára. Hát ez nagyon jó. Ez a leskelődő. Mi is ennek a leskelődő kandalló. És lila lett tényleg. De jó. Azt hiszem a lónak... Te tested... Nem értem. Hogy testedzésem... Ja, csak igen. Jól van. Jó, akkor szerintem ezt hagyja abba. Nagyon jó. Megtalálta, meggyakorol. Egyébként először gyakoroltatni akarom mindenképpen. Beszéljen hozzá. Etesse terménye, almával. Jutalomfalatkák, szeretet, tag lesz a kezét. Dicséret. És akkor biztos, hogy ez így jó lesz, csak még mindig szakad az eső. Jaj, Kelly, hogy jönnek a... Jönnek a zombik! Úgyhogy gyorsan el kell menjünk. Na szóval megérem a következő részben a házat is át fogom alakítani, illetve a szívünknek a... Csak nem tudom, hogy a nevét, a Pandórának... Pandóra szelencéje, igen. Tehát Pandórának a ruháját is át fogom változtatni a lehető legjobb ízlésemnek megfelelően. Vannak bent egyedi ruhák, úgyhogy biztos és besötített. És nincsenek lámpák se. Ú, erre nagyon fog figyelni, tényleg itt nincs lámpa. Jó, akkor ide bemegyünk. Elküldöm a mosdóba, hogy használja. Azért is, mert... És akkor fölküldöm aludni. Aludjon, de egyébként észrevettétek, hogy nem találkoztunk magával a... hogy most mondják már... De, jól akar... Egy komornyékkal? Nem, tehát... Jó, akkor a lovunk alapedzés. De aranyos, itt tud, ilyeneket csinál.
Hú, ez biztos nagyon-nagyon sötét lesz. Jó. Oké, és szerintem most épp úton van, bele is feküdt az ágyba, nem baj, innen. Várjál, innen kivesszük. Most ide állítjuk, mert csak akkor tudom átrendezni, hogyha nem áll ott. Jó, még egyszer ránézünk a lovunkra. Ő ügyesen galoppozik. Nagyon jó, szuper. Tudom, tudom. Na, szóval most itt hagyjuk abba, és akkor most azon leszek, hogy átalakítom a lakását, átalakítom magát, a szememet is egy kicsit, szerintem a haja meg ilyesmi az marad, csak a ruházatát fogom átalakítani. Egy kicsit az évszaknak is megfelelően, meg hogyha esik az eső, akkor ne fázzon, mert még a végén beteg lesz. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, találkozunk a következő részben. Sziasztok!